Push it to the limit, no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road all on my own. I'ma be the best, put my name in the stone. Nézzük meg, hogy milyen is részletesebben ez a motor, hiszen eddig KTM-mel mentem, illetve Husqvarnával, ami azért valamennyivel másabb, mint egy gázgáz. Ugye ugyanaz gyártja, de mégis egy kicsit másabb, illetve ugye ez egy enduro motor, eddig pedig cross country modellekkel mentem. Úgyhogy a legnagyobb különbség talán a KTM-hez képest a kezelőszervek, ugye braktekkel vannak felszerelve, a kuplung is, illetve a fék is. Azt mondják, hogy nem olyan jó, mint mondjuk a Brembo, de egyébként mentem vele, nekem egyelőre tetszik, úgyhogy úgy néz ki, hogy fennmarad a braktek. A másik ugye az idomok kialakítása teljesen más, sokkal nagyobbak, igazából szinte egybe van az egész idom, és tök jó egyébként fogni így a motort, mert nem nagyon akad bele semmibe a lábam. Ami még egy kicsit más talán, hogy ugye a beszívott levegő kialakítása más, más az airbox is, úgyhogy ezzel is egy kicsit más motort tud kapni az ember. Ugye általában nagyobb lentkereket szoktak használni a gázgázoknál, ezt most így teljesen nem tudom, de valószínűleg ez így van. Talán ezek a fő különbségek, ugye a váz az ugyanaz, a segédváz az mindegyik motornál, igazából gázgáznál és Husqvarnánál, KTM-nél is másabb, úgyhogy az is egy más koncepció, de egyébként más szinte ugyanaz, nincsenek ilyen nagyobb dolgok, ami különbség lenne. Ugye ez a motor egy 2024-es EC350F, ugye egy enduro motor, teljesen új vázat kapott 2024-re a motor, az idomok is, úgyhogy szinte minden más lett a motoron. A futóműve gyárilag is elvileg már sokkal jobb lett, de én most kaptam a csapattal konval futóművet, illetve hátra egy Traxot, úgyhogy ezt nem tudtam letesztelni, igazából valamennyire szerencse is, hiszen most egy profi futóművel tudok menni. És akkor nézzük meg kicsit azt, hogy mikkel van pluszban még felszerelve a motor. Ugye elsőként talán amit mondhatunk, az a futómű. Ugye van egy jó kis első konval futómű, illetve hátul pedig egy Traxal van felszerelve a motor. És egy X-Trick befogóval van szerelve, ami ugye azért jó, hogy ugye megnézzük, két oldalról van meghúzva maga a teleszkóp, és így ugyanannál a nyomatéknál kevésbé szorul meg a teleszkóp becsúszó szára. Van erről egyébként egy videó, hogy így bemutatják, hogyha egy gyárival van meghúzva nyomatékkal, akkor egy kicsit szorul a teleszkóp, viszont ezzel nem szorul annyira, illetve valamennyire lehet is állítani a dőlés szögét a motornak, de egyébként mi gyárival szoktunk menni, és ahhoz állítjuk be a teleszkópot. Ugye az új motorhoz a teleszkóp nem lesz jó a régiről, nem nagyon tudjuk átrakni, a hátsót azt egyáltalán nem, az elsőt azt át lehet, de viszont igazából át kell szelepelni, mert más vázgeometriával kell dolgozni, úgyhogy belemegy, csak át kell alakítani valamennyire a teleszkópot, hogyha azt akarjuk, hogy jól működjön. Hogyha tovább megyünk, akkor ugye mindenféle védő felszereléssel fel van szerelve a motor. Ugye van egy jó erős kartervédőnk az X-Grip-től, műanyag egyébként, de tényleg nagyon erős, és elég jó strapabíró a himba védő része is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon jó. Hogyha még egy kicsit hátrébb megyünk a láncvezetőhöz, akkor láthatjuk, hogy egy X-Grip-es erősebb láncvezető van, illetve itt egy ilyen alumínium védő, hogy minél kevésbé tudjon elhajolni a láncvezető, hiszen a kövekbe, hogyha beleakad a motor, akkor mindig el szokott görbülni, és akkor félre tudja vezetni a láncot a láncvezető. Hogyha idejön a brigi is, akkor meg tudjuk nézni, hogy van egy
jó kis hűtővédőnk, ami jó erős, ez is X-grip, ugye, hogy ne hajoljon, ne kezdjen el kiukadni a hűtőnk. Ugye elől egy X-grip kerék van, meg hát hátul is, de most még nem azzal megyek, mert még edzünk. Ezek is nagyon jó erős küllőkkel vannak felszerelve, azt gondolom, hogy igazán jó lesz, ugye X-grip gumikkal fogok venni, és ha átmegyünk a másik oldalra, akkor még láthatunk egy-két dolgot. Egy ilyen jó erős titánium hátsó fékpedál van a motoron, ez kevésbé törik, meg egy kicsit talán szélesebb is, illetve egy X-grippes kuplung dekni, így nem kopik el például, hogyha el akarjuk adni a motort a gyári, illetve egy X-grippes alumínium betöltő sapka is van rajta. Ha még ide jövünk, akkor láthatjuk, hogy van egy hűtőventilátor is a motoron, illetve egy jó erős védő, ami már most elkezdte tenni a dolgát. Ugye ez is egy X-grip alumínium védő, ami egyébként azért jó, mert igazából egy öntvényből van, és sokszor az szokott lenni, amelyik úgy lehet rászerelni a gyári felfogatásra, hogy az eltörik, és azzal eltöri igazából a gyári felfogatást is, de így ez sokkal strafabíróbb. Van egy FMF végdob rajta, ugye azért a gyári enduro végdobok azok elég jól le vannak szűkítve, az nem az igazi, úgyhogy ez egy igazán jó dolog. És hogyha ide jövünk a kormányhoz, akkor láthatjuk, hogy egy ilyen X-grip markolat van rajta, és annak a vége, ami igazából érdekes, hogy egy ilyen dugó, és így nem nagyon, hogyha elesünk, akkor nem fog baja lenni a markolatunknak, hiszen akkor szokott mindig igazából eltörni, vagy hát megrongálódni. És egyébként az X-grip már gyárt is ilyen lyukas végű markolatot, úgyhogy ez egy elég jó dolog. Ami egyébként egy jó fejlesztés itt a 24-es motorokon, ez az indító gomba. 23-asokat elég nehéz volt benyomni az indítót, viszont ez tök jól indul, meg tök jól lehet nyomni, ugye, úgyhogy ez jó. Illetve ugye vannak ezek a felfogató kis fülek, ezek is X-grippesek, ami jó benne, hogy van egy ilyen kis műanyag pánt alattuk, és ezáltal sokkal könnyebben lehet mozgatni, és nem törik így le a munkahenger. Ha nézitek, tök jól mozog. Ugye általában, hogyha ez nincs rajta, akkor könnyen leszokott törni a munkahenger. Amit még lehet tudni a motorról, hogy van egy X-grippes üléshúzat rajta. Ugye ez is sokkal jobban csúszásgátló. Illetve talán amiről lehet még beszélni, az áttételezés, az most 12.49-el megyek, ugye mindenhol kettesbe megyünk Super Enduron, ezért is egy kicsit le van egyébként vágva a váltókarból. Van, aki például le is veszi azt a végét, mi azt csináljuk, hogy így levágjuk, és lehet így szépen igazából váltani, hogyha akarsz, de nem nagyon töri le egy-egy kő vagy valamilyen fa magát a váltókart. Úgyhogy nagyjából a motor az ennyi, azt gondolom, hogy tényleg tök jó, meg nagyon jól néz ki, tök jó a matricázása, úgyhogy nagyon tetszik nekem, de menjünk, aztán próbáljuk ki, hogy milyen a gép. Kell mocira, mert új. Tudtad? Mi? Még vigyázni kell a mocira, mert új. Nem szabad elesni.
Akkor most itt leugratok triplába, jó? Oké. Okay. Jó, nagyon a moci. Nem fullad le sehol. Erős amúgy a fékek, kuklónak se lesz. Szerinted milyen? És szerintetek milyen, ha már beleszóltatok a videóba? És Brigi, szerinted? Jól néz ki a motor, neked tetszik? Szép, nagyon. Szép piros. Olyan, mintha egy Ferrari lenne, nem? Ez, de ennek jobb a hangja. Ah. Úgy érzem, hogy nagyon jó ez az új motor, tényleg tökre tetszik. Igazából ugye nagyjából ilyen motorral mentem eddig is, csak annyi, hogy az XC volt, nem pedig Enduro. Úgyhogy kicsit féltem tőle, de majdnem, hogy jobb. Szerintem jobb is. Úgyhogy nagyon tetszik, tényleg most kétszer mentem vele eddig, még lesz egy kis futómű tesztünk. Aztán pedig megyünk a héten igazából Franciaországba, a Super Enduro első futamára, már nagyon várom. Hiszen teltház lesz, sok jó versenyző, azt gondolom, hogy nagyon jó kis bajnokság lesz. Úgyhogy ti se felejtsétek el megvenni a jegyeket a Super Enduro VB-re, ami február 3-án, 4-én lesz Budapesten. Én már nagyon várom, egyébként már tök sok jegy elkelt, úgyhogy kezdjetek el gondolkozni rajta, hogyha jó helyet akartok, akkor időbe vegyétek meg. Úgyhogy remélem, hogy ott találkozunk. Meg hát addig pedig jönnek a vlogok, legközelebb Franciaországból a Super Enduro GP első fordulójával. És írjátok meg, hogy tetszik nektek ez az új gázgás. Illetve, ha még nem iratkoztatok fel, akkor tegyétek meg, jönnek folyamatosan az új videók.